mindenkit. Gyaraki László vagyok, és a mai előadásban egy eléggé populáris témát fogok hozni, viszont szórakozásnak egy formája ez, aki szeret számítógépen keresztül zenét hallgatni, és azon belül is rádiós műsorokat hallgatni, annak talán egy kicsit érdekes lesz a mostani előadás. Kicsit csalók az a címe, hogy Magyar Internetrádió Lista, valójában nem internetrádió, hanem rádióknak, tehát valós rádióknak a interneten keresztüli hallgatását valósítottuk meg, illetve hát maga a technológia megvalósítja ezt, mi inkább egy gyűjteményt hoztunk létre, egy adatbázis, ami könnyebbé teszi a rádiók közötti változatást. Ki is vagyok én, és hogyan kerültem így ebbe a rádiós világba, hogy miért ez a hobbim. Annó még középiskolásként bekerültem az ottani lakóhelyemhez közel lévő akkoriban nagy rádióhoz, a Csaba Rádióhoz. Ez egy diák stúdió volt, egy diák műsort szerkesztettünk és vezettünk. Ez hetente egyszer volt vasárnap délután, és ennek lényegében az összes munkafázisát mi valósítottuk meg, szépen végigmentünk, voltak előre rögzített interjúk, azoknak a vágásában vettünk részt, ennek még akkoriban, 97-ben azért a technika az olyan volt, hogy minden élőben ment, tehát nem volt előre szerkesztett, meg előre rögzített beszélgetés, élőben kellett felkonferálni a műsorokat, és ráadásul még kifejezetten diákoknak még telefonos játékot is lehetett bonyolítani. És iskola után úgy adódott, hogy egy valós és már egy modernebb rádióba sikerült elhelyezkedni, és ez elég hosszú idő. Lényegében 2002 és 2013 között lényegében egy cégcsoporton belül dolgoztam, csak ide-oda költözgettem menet közben, és ami érdekes volt, mindig ugyanabban a hónapban, és kb. Azon a héten, tehát nem ugyanazon a napon, de mindig akkor kellett költözni. Itt volt azért Pécsen egy nagyobb lélegzetvétel, de lényegében egy elég profi társaságba, csapatba sikerült elhelyezkednem, és ott az összes munkafázis sikerült megismernem. Én magam egyébként nem vettem már részt műsor vezetésben, műsor szerkesztésben, e-mail-ámmal azért belecsöppettem a munkákba, de többnyire én háttér munkákat végeztem. Kreatív területbe egy picit belekóstolhattam, de inkább a megvalósítás volt, és főleg a fizikai megvalósítás a dolgoknak. És ahogy haladtunk előre az években, jött maga a technológiai váltás, és itt a pécsi időszakban az egyik, én ugye Pécsen dolgoztam, és a Rádió 1-nek Budapesten volt a központja, az egyik rendszergazda mondta, hogy hát Ubuntut kéne telepíteni a gépemre, mert hogy éppen egy VPN kapcsolatot nem sikerült az akkori irodai gépen megvalósítani, és hogy az lesz a jövő, és én úgy kerültem ebbe az egész szabad szoftveres világba, és ugye a mostani kapcsolat is ebből adódott, innen indult, hogy egy ottani rendszergazda lesz ott, hogy le kéne cserélni az ott rendszert. Ez volt 2007, és akkor így elkezdtem próbálgatni. Az a gép egyébként, amit én ott amivel dolgoznom kellett a rádióban, az egy évig nem engedte azt, hogy Linuxot használjuk, ugyanis maga az érintő padja az annyira speciális volt, hogy két disztrót kellett még válni, hogy életre keljen. Úgyhogy 2008 volt az, amikor már munkaszintjén is teljes egészében Linuxsal dolgoztam. És azért volt némi szabadságom olyan szempontból, hogy nem volt kizárva maga az operációs rendszer, és sikerült olyan programokat találni, amik magát az élő bejelentkezéseket, az élő közvetítéseket, illetve a kisebb-nagyobb hanganyagoknak a vágását, a magazinműsorok vágását, ezt mind meg lehetett csinálni Linuxos rendszerben. És akkor pontos dátumra nem emlékszem, hogy ez hogy is került, hogy kerültem én nagyon képbe. 2011-es bejegyzést találtam a fórumban. Ez egy Rhythmboxhoz kötött szál, ahol is ez a humorádiós bejegyzés az arról szólt, hogy valaki készített egy listát, a kdeapps.org-on helyezte ezt el, az ottani, nem emlékszem pontosan akkor a KDE-nek mi volt az alapértelmezett lejátszója, ahhoz készült egy ilyen válogatás, egy könyv
mert egy hát kömjelzőzött adatbázis, lényegében egy játszási lista volt, amit be lehetett tölteni az ottani akkori zene lejátszóba, és a magyar rádióba listázta ki. Ez nagyon szubjektív válogatás volt, lényegében aki ezt a fájlt készítette, annak a kedvenc rádiói voltak felsorolva, és ebben tematika nem volt, tehát tényleg csak az ízlésére ment. És ezt töltöttem le, amit kicsit átfaragtam, illetve akkor elkezdtem bogarászni az internetet, meg hát ugye a hivatalos adatbázis, hogy milyen rádiók vannak Magyarországon, és azok közül melyek azok, amik normális online hallgatást biztosítottak, vagy saját honlapjukon keresztül, vagy még valamilyen szolgáltatón keresztül, és ez olyan szabványra épült, vagy olyan formátumot használt, amit más zenelejátszók is meg tudtak szólaltatni. Szóval 2011, és azt követően 2012-ben, itt a pontos dátumon nem emlékszem, volt egy folytatás ennek a szálnak, ahol már tematikusabbá tettem az egészet, és itt már a Rádió Train nevű program akkoriban indult be, akkor kezdett egy terjeszkedni, népszerűbbé válni. Ehhez készítettem egy teljesen új struktúrát, kicsit kibővítve az új rádiókkal, és a Rádiószájt nevű most is létező honlapnak a tematikáját vettem alapul. Eddig műfajhoz volt kötve, csak hogy a rádióknak a műfaj az hivatalosan nem úgy néz ki, ahogy a legtöbb lejátszó programokban hozzák, hogy pop, diszkó, news, vagy bármilyen témát mondhatnák, mert hogy teljesen más hivatalos műfajok vannak a rádiós világban. Ezért a Rádiószájtnak azt a felépítését vettem, azt a struktúráját, hogy földrajzi helyek alapján rendesszük a csoportosítást, és akkor lényeg a Magyarországon megtalálható, hogy Magyarországnak a régiói szerint lettek szépen a könyvjelzők kialakítva ebben a programban. Ugye itt szövegesen is összefoglalva, tehát 2011-ben elindult egy szál, ahol én készítettem egy listát, ezt 2012-ben kibővítettem, és 2012 vége felé volt egy, akkoriban még az Ubuntu-s közösségnek volt havonta egy ilyen IRC-s megbeszélése, ahol Gábor felvetette, hogy megvalósítható az, hogy az eredeti telepítő médiát azt ki lehet bővíteni magyar sajátosságokra, és akkor a Gábor felvetette, hogyha már elkészült ez a lista, szabjuk egy kicsit testre úgy, hogy ezt az ISO-ba is be lehessen építeni. És akkor lényegében a hivatalosan is egy ilyen telepíthető rendszerrel együtt érkezett az a adatbázis, amit az előzményekben elkészült. És ez szépen karban lett tartva, azt nem mondom, hogy minden évben elkészült. Én magam sem álltam egyébként azon a szinten, hogy ezt valahogy kezelni kelljen. Ugye itt az informatikában a verziókövetés meg egyéb kitalált megoldások már léteztek erre. Én ezeket nem használtam meg, nem is nagyon ismertem. Úgyhogy most 2016-ban eljutottunk arra, hogy fent van a GitHub-on a lista, és akkor onnantól kezdve bárki letöltheti és használhatja, illetve hogy ha akarja, akkor tesse is szabhatja. És hogy mikről is van szó, én lényegében két programhoz készítek el olyan fájlt, amit egyszerűen csak le kell tölteni, be kell helyezni a megfelelő helyre, és onnantól kezdve a programok felismerik, illetve van egy harmadik fájl, az a előbb felsorolásban szereplő Ubuntu-s lista, az nem egy ilyen konyhakész fájl, az kifejezetten annak a szerkesztőnek, annak az informatikusnak szól, aki ezt a telepítő médiát készíti. No, akkor ami használható, a kétféle XML fájlt készítek, ezek sajnos nem azonos szempontok szerint működnek. Az egyik a Rhythmbox, ami az Ubuntu-ban, illetve a GNOME felületet szállító disztribúciónak az alapértelmezett zenelejátszója, bár a GNOME-nál már, mintha egy új program kerülne előtérbe, az a zenék, ugye? Nem tudom még, én Ubuntu-t használok, tehát az, hogy a másik GNOME-os zenelejátszó ezt fogadja ezt a fájlt vagy sem, ezt majd ki kell tesztelni. Egyelőre azt vettem alapul, ami Ubuntu működik. A struktúra az úgy néz ki, hogy Rhythmbox-on megnyitjuk, feltérképező számítógépen lévő zenéket,
és szépen ebbe az XML fájlba begyűjti, ő maga beleírja ebbe a fájlba, és hogyha valaki kézzel hozzáad egy rádiót, ami bármilyen interneten sugárzott műsor, akkor az is ebbe a fájlba kerül. Én ezt a fájlt készítettem el, ami olyan szempontból biztonságosan behelyezhető a rendszerbe, hogy a zenék azok lényegében nem fognak kitörlődni. Igaz, hogy felülírjuk magát ezt az XML-t, de ahogy újra nyitjuk a Rhythmboxot, azonnal befogja másonnal meglévő zenéket. Itt az olyan adatvesztés lehet, hogy ha már valakinek voltak korábban bementett online tartalmak, akkor azokat újból hozzá kell adnom ehhez a listához. Normális importálható megoldást nem találtam, ami kivitelezhető lenne, ezzel jár, de aki alapban nem tud egy rádiós listát összeállítani, annak azt javaslom, hogy ezt a meglévő fájlt másoljon a megfelelő helyre, és utólag vegye fel még hozzá azokat, amikre szüksége van. Felépítése, ez így néz ki, ez egyetlen egy rádiónak a szerkesztett része. Ezt végzem én, tehát ez nagyon nem kell érteni. Ugye van magának egy XML felépítése, és ami ide vonatkozik, ez a internetes rádió bejegyzés, ahol lényegében van egy címe, egy neve ennek a rádióállomásnak, van egy műfaja, és van egy internetes címe. Ezt a három sort kell kitölteni, az összes többi az olyan mező, amit tényleges valós zenéhez, számítógépen őrzött hangfájlhoz kell kötni. A másik program, ez a rádió tréként van, lényegében egy indikátorként kerül ki a felső panelba. Egy roppant kis pici rádió, lejátszó program, semmi más nem alkalmas egyébként, tehát csak az online tartalomnak a lejátszására. És ami barátságosá teszi, hogy azok a csoportok, amiket mi létrehozunk, ilyen a főcsoportok, alcsoportok, ezeket szépen ebbe a kis indikátorba megjeleníti, ahogy éppen megszerkesztjük. Ez is egy XML fájllal dolgozik, de teljesen más felépítésben. Itt látható, hogy amit említettem is, hogy van egy főcsoportja, az alá hozzuk be szépen a többi alcsoportot, és még az alá is akarunk valamilyen szempont szerint még csoportosítani további rádiókat, akkor azokat szépen bele lehet vinni. Ez a letölthető fájl teljes egészében elkészült, tehát ez is egy olyan fájl, amit az internetről, hogy letöltünk és a megfelelő helyre bemásolunk, akkor ugyanúgy a rádióval egyből fog működni, nem kell semmit bűvölni rajta. És hogy maga a lista az hogyan készül, azért egy picike kis kutató munkával jár. A hivatalos lista az az NMH honlapján található meg, eléggé el van rejtve, és 4-5 adatbázisból kell dolgozni, és ami nehezíti a munkát, ez egy nehezen, tehát utómunkával nehezen feldolgozható PDF-ekről van szó, tehát lényegében, hogyha nem is lehet másolni, akkor szépen be lehet gépen a rádióknak a nevét, de arra jó, hogy legalább a hivatalos lista megvan. Amit említettem, a rádiószájtot, ott azért időnként rá szoktam nézni. Ennek egy kicsivel barátságosabb a felülete, meg amit említettem, hogy nagyon jó struktúrában hozza ki a rádiókat. Kétféle listázása is van, van egy hatalmas táblázat, ez kicsit hasonlít az NMH-s PDF-ekhez, de ez már egy HTML oldal, és van maga a régió szerinti csoportosítás, ahol lehet keresgélni a változásokat. És akkor amiket említettem, ezeket betettem ebbe a listába, ezek már elavultak, de azért betettem, hogy honnan indult ez a történet. Van ugye ez a KDE Apps, és van egy GnomeLoo nevű oldal, ahol szintén egy adatbázis lehet letölteni. Erről még eddig nem meséltem, ez a GnomeOS csomag, ez egy hatalmas adatbázis hoz magával, azt hiszem kicsomagolva ilyen másfél megabyte. Ez nem csak a magyarországi rádiókat hozza, hanem lényegében, amit össze tudtak gyűjteni a szabad szoftveres fejlesztők, az egész gyűjteményt egybe csomagolták be, és ők is egyébként minden Rhythmboxhoz, mint pedig a Rádió Tréhez szállítják magát a szerkesztett fájlt. Ez hasonló struktúrában van, mint ahogy én is szerkesztettem, csak ugye előtte van az ország választó, tehát országonként lehet listázni.
Kicsit, hogyha valaki már dolgozott ilyen hatalmas adatbázisokkal, az a probléma ezzel a listával, hogy nem fér ki egy képernyő. Tehát rengeteget kell görgetni, főleg, hogyha olyan országnak a rádió tetszik valakinek, akinek vagy a lista elején, vagy a végén van a elhelyezése, hát akkor folyamatosan görgetni kell. Ez a gnómos lista, ez egy hatalmas adatbázis, és majd az összes országnak az összes rádiója benne van, amit össze tudtak gyűjteni. Ez a kaland kedvelőknek ajánlom ezt a listát. Egyszer jó kipróbálni, de egyébként arra, hogy valaki a megszokott rádióját, ezt egy-kettőt hallgassanak, nincs sok értelme. És hogy mik is készültek, ugye említettem, hogy ez a GitHubra felkerült. Ezeken a címeken érhető el. Nagyon nem akarok belemenni, lényegében csak azokat a fájlokat tartalmaz, az az egy fájl tartalmaz, amit helyre is kell másolni, és magán a leíróba is, tehát hogyha valaki megnyitja ezeket a weboldal címeket, akkor maga a leírásban benne van az a pár parancs, amivel az adott fájlok a helyükre másolhatók. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell nagy informatikai tudással rendelkezni, hogyha valaki egy ilyen gyűjteményt a saját gépére akar menteni, akkor az bonyolult lenne. Ha valaki tényleg tovább akarja szerkeszteni, szeretne besegíteni a munkába, akkor ezt megteheti, küldhet be javításokat, ötleteket, vagy pedig tovább viheti a szerkesztését. Tematikájában, azt elfelejtettem mondani, a tematikája az az, hogy magyarországi földfelszíni sugárzású rádiókat tettem be. Ez azért van így, mert hogy ez egy kicsit rendezettebb és központilag vezérelt dolog. Nekem azért nem szimpatikus az internetes rádióknak az összegyűjtés, és itt a szó szerint internetes rádiókra beszélek, mert vannak olyan rádiók, amik 2-3 napig élnek. És még egy Magyarországon frekvenciát szerzett cég, hogyha aláír a szerződést az NMH-val, akkor ott, ha jól tudom, akkor 7 plusz 5 éve szerződnek, tehát egy azt lehet mondani, hogy könnyen tervezhető ez a lista, meg könnyen szerkeszthető, mert hogy kicsi a mozgás, a változás benne, kevesebb munkával jár, még az internetes rádiókat egyrészt végtelen segíteni lehet kergetni, másrészt meg megbízhatatlan maga a hallgatás, tehát kár olyan linkeket beletenni, amik egy napból kb. 2 órát szól, mert valakinek az otthoni személyi számítógépéről megy a zene, és kiszámíthatatlan az, hogy ez a számítógép mikor van bekapcsolva. Nagyon kevés olyan rádió van egyébként, léteznek valós rádiók, akik kifejezetten internetes tartalommegosztással működnek, tehát nincsen frekvenciájuk az országban, kizárólag csak interneten lehet őket hallgatni, viszont ennek meg nem tudtam normális csoportot létrehozni. Lehet, hogy majd lesz egyszer egy internet része, és csak attól félek, hogy ez egy kicsit el fog szállni, meg akkor mit definiálunk majd internetes tartalomnak. Úgyhogy most nálam egy erősen szűkített lista van. Úgyhogy ha valakit ezzel sértenék, akkor azt mondom, hogy tovább lehet vinni, és akkor lehet egy sajátot terjeszteni, ha lehetőség az adott. És lényegében köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha bármi kérdés van, akkor vagy az internetes GitHub-os elérhetőségen feltetek velem ennek kapcsolatot, vagy pedig itt a beszélgetés, az előadások végén beszélgethetünk róla. Köszönöm szépen!